Márkányi Rehabilitációs Központ a folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően kívül-belül megújult. Akadálymentes környezetben 345 egészségbiztosító által finanszírozott és további 74 ágyon mozgásszervi, kardiológiai, nőgyógyászati rehabilitáció, aktív reumatológiai és krónikus belgyógyászati gyógyítást végeznek, valamint kapcsolódó tevékenységként obezitológiai és bőrgyógyászati gondozást látnak el. Az elmúlt 4 évben 3,8 milliárdot költött a társaságunk a kórház fejlesztésére. Most egy 1,5 milliárdos további fejlesztési csomag előtt állunk. Az érkezők elhelyezése 3-5 ágyas kórtermekben, valamint 3 csillagos szállodának megfelelő színvonalon 1-2 ágyas fürdőszobás helyiségekben történik. A kórház minden helyiségében TV, telefon és internet hozzáférés is biztosított. A kezeléseket jól képzett orvosokból, pszichológusokból, dietetikusokból és gyógytornászokból álló rehabilitációs tím látja el, melyet a beteg balneoterapeuták és fizikoterapeuták közreműködésével vehet igénybe. A rehabilitációs központban az állapot javuláshoz hozzájárulva a gyógyulás mellett a felüdülés eszközei is biztosítottak, melyek között igen népszerű a wellness medence, az infraszauna és pezsgőfürdő, a talp és alakformáló masszázs is. Én 6 éve járok ide, különböző ilyen reumatikus problémáim vannak. Mindig kapok segítséget, és jól érzem itt magam. És nagyon örülök, hogy most ezt a reflexológiát is igénybe vehetem. Most egyet ajándékba kaptam, és azóta befizetem őket itt a recepción, és örülök neki, mert segít, és jól érzem magam testileg, lelkileg tőle. Az embernek a talpán rajta van az ember. Tehát értő kezek ezeket a reflex zónákat megfelelő módon kezelve, megfelelő módon érezve tulajdonképpen jeleznek, előre jeleznek, diagnosztizálnak és így tovább. Tehát ha valaki itt olyan helyre kerül, mondjuk akár Harkányba, akárhova, a talpmasszázs egy kiegészítő, nagyon fontos eleme ennek a holisztikus kezelésnek. Tehát az egész embert kezelik itt. A gyógyvizes kezelések felújított medencékben, kádfürdőkben, valamint az országban egyedülálló lehetőségként a süllyeszthető medencékben vehetők igénybe. Az Európában egyedülálló hatású gyógyvíz legjelentősebb vegyülete a kén, amely a vízben oldott gáz formájában található meg. Ennek köszönhetően a bőrön és a légutakon át közel 150-szer hatékonyabban szívódik fel az egyéb kén vegyületekhez képest. A Pécsi Tudományegyetem Gyógyszertani Kutatóintézetével együttműködve teljes körű klinikai vizsgálatsorozattal állatkísérleteket követően 2 vak eljárással is igazolta, hogy a harkányi gyógyvíz nem csak helyi, hanem szisztémás hatással is bír az immunrendszerre kifejtett hatása révén. A kórházban a mozgásszervi elváltozások szinte minden formája kezelésre kerül. Az alkalmazott speciális módszerekkel akár a műtétet is elkerülheti a beteg. Mindezek jól képzett gyógytornászok és ergoterapeuták által modern eszközökkel felszerelt új tornatermekben vehetők igénybe. A bőrgyógyászati ellátás fő profilja a pikkelysömörben szenvedő betegek ellátása. A harkányi komplex kezelés különlegessége, hogy gyakorlatilag mellékhatásmentes, illetve a gyógyvíz használattal kombinált kezelés keretében jobban felszívódnak az alkalmazott gyógyszerek készítmények, így a hatóanyag tartalom akár felére, negyedére is csökkenthető. Továbbá a fénykezelés során kisebb összdózisú ultraibolya fény alkalmazása elégséges. Én 20 éves voltam, amikor a pszoriázist diagnosztizálták. Most váltottam föl a 7. X-et, ugye röpke fejszámolás az fél évszázad. Ez az majdnem egy hónapos kúra, tehát az 2 hét vagy 3 hét. Ez biztosít egy olyan életérzést a következő évre, ami hát látszik, nem látszik, 70 év körülbelül így néz ki, 15 éves harkányi kezelés után. Aki nem jut el Harkányba, az sajnálja, hogy nem jut el Harkányba, de próbálja megtalálni megfelelő utakat. Úgy tudom, hogy országos
illetőségű az intézmény. A Harkányi víz az a pszoriázisoknak a mekkája. Egy 90 ágyas, 4 csillagos szállodai elhelyezésnek megfelelő minőségű részleget építünk hozzá a kórházhoz. Ez elsősorban ahhoz a két tradicionálisan harkányi, de az OEP által nem finanszírozott eljárásnak a megvalósítása, a gyógyításhoz kötődik, mint a pszoriázis, azaz a pikkelysemő tünetmentesítése és a meddőségkezelés. A pszoriázisos betegek esetében mintegy 94%-a az érintetteknek tünetmentesíthető, ami 3-6 hónap közötti a jellemző tünetmentesen maradás. A nőgyógyászati kezelési protokollban a gyógyvíz mellett az iszapnadrág, a hasmasszázs, a mágneses bemer terápia, valamint intim torna szerepel. Kiemelkedő eredményekről számolhatnak be a kismedencei időgyulladások, összenövések, endometriózis, meddőség kezelésében, a nőgyógyászati műtétek utáni rehabilitációban, illetve a változó kor okozta rendellenességek kezelése esetén. A kardiológiai programban a gyógyszeres kezelés mellett az egyénre szabott mozgásprogram bír jelentős hatással, hogy mint a kerékpár ergometria, kardiorespiratórikus tréning, vízitorna, táncterápia, a stresszkezelés és a relaxáció. A keringés javítását eredményezi a gyógytornászok által végzett nyirokkezelés is, ahol a kötőszövetre ható technikával gyorsítják a nyirok elfolyását, csökkentve ezáltal a szöveti ödémákat. A térségünkben másutt igen alacsony kapacitással végzett beavatkozás a kórházban a bárki számára elérhető, illetve megvásárolható orvosi vizsgálatot követően. Az obezitológiai ellátás során az intézmény komplex segítséget nyújt a fogyni vágyók számára, intenzív, zsírégető, izomerősítő edzéssel, relaxáló foglalkozásokkal, dietetikai és életmódbeli tanácsadással, valamint alakformáló kezelésekkel. Akár azonnali felvételét kérheti a kórházba a szállás és az étkezés díjának térítése mellett. Az egészségbiztosító a fekvőbeteg ellátás keretében egy naptári éven belül azonos diagnózis mellett egy rehabilitációs kúrát finanszíroz. Akik egy éven belül többször is igénybe szeretnék venni a szolgáltatásokat, vagy a hosszú 9-12 hónapos befogadó listát nem akarják kivárni, az egészségbiztosító által nem lekötött ágyakon szállás étkezés térítésével kaphatnak a szakorvos által felírt ambuláns kezelőlappal ingyenes egészségügyi ellátást, illetve anélkül teljes fizetőként. A kórház filozófiájának része, hogy a tradíciók tiszteletben tartása mellett kialakított régi, új szakmai struktúrával fogadják a mozgásszervi, kardiológiai, nőgyógyászati problémákkal, pikkelysömörrel, valamint túlsúllyal küzdő, minden kedves gyógyulni vágyót.